Az Újbezdán Művelődési Egyesület idén is megrendezte hagyományos májusfa kitáncolás elnevezésű rendezvényét. Igaz, a járványhelyzet miatt szerényebb keretek között, de így is szép számban jelentek meg a helyiek az ünnepségen. Mint ahogy sok más drávaszögi és szlavóniai településen is, ahol még szerencsére él ez a szokás. A májusfa kitáncolást Újbezdánban több mint egy évszázadra visszamenőleg jegyzik. A békés reintegráció után elevenítették fel ismét a faluban a helyi kultúregyesület rendezésében, és azóta minden évben megtartják. A helyi HMDK alapszervezet is azzal a céllal alakult meg, hogy az itt élő magyarság identitását megőrizve segítse a falu közéletének formálását. Szoros együttműködésben áll a település többi szervezetével, és közösen szervezik meg a főbb rendezvényeket, mint ahogy a májusfa kitáncolást is. Nagy örömmel telt el bennünket, hogy a világjárvány okozta szigorítások lassan megszűnőben, és az egyesület élet újra éledőben. Ennek köszönhetően az idén kicsit később állítottuk a májusfát is, ugye nem akartunk a szabályzatokat sérteni, és egy kicsit később került a májusfa felállítására, viszont a kitáncolása az a hagyományokhoz illően a május utolsó hétvégére, tehát ma kerül sor. Szerényebb körülmények között, mint azt egyébként szoktuk, tehát csak a falu lakosai apraja nagyja fog összejönni, nem hívtunk az idén távolabbról, már csoportokból vendégeket. Igyekszünk még az érvényes szabályokat betartani, a távolság megtartásnak hasonlót, úgyhogy mondom, alkalmazkodunk az előírásokhoz, de viszont szeretnénk, hogy hagyományok ápolását folytatni, és hogy tényleg ebbe a kis faluba újra visszatérjen az élet. A májusfa kiszedésének időpontja a legújabb szokások szerint május 31-e, de valamikor ez a népszokás pünkösd napjához kötődött. Idén sikerült összekötni a hagyományos májusfa kitáncolást pünkösd ünnepével, hiszen egy napra esett a kettő. A fakivágást Csúzán és Nagybodolyán is ekkor tartották. A csúzai fiatalok népviseletben vonultak a fa köré, ahol egy csárdásozás keretében kitáncolták azt. Örülök neki, mikor májusfákat táncoljuk ki, meg szedjük ki a faluba. Ez egy öreg tradíció, ami minden évben hagyammal szoktuk megcsinálni, és sokat gyűlöl közelben, két hónapban nem volt semmi, de most örül a nép, hogy összebír gyűlni, és megint ilyenöket csinálni. Körbe állunk a fa körül és táncolunk, és utána fejszével vágjuk ki mindig, mikor táncolunk. Egy párat mindenki beleüt, és akkor végig majd kidul a fa. Arra kell vigyázni, hogy ne dűljön rá valaki másra. Május felállítás az egy tradíció nálunk magyaroknál. A fiúk szokják vinni a lányoknak, a fiú annak a lánynak viszi, amelyik tetszik neki, a barátai segítségével. Elmegyünk az erdőbe, kiválasztunk egy szép, magas és lehetőleg egyenes fát, azt kivágjuk, akkor ilyen szép színes papírokkal földíszítjük, és akkor utána éjjel visszük a lányhoz. De általában a falu központjába is állítunk egy májusfát május 1-én, és azt május 31-én táncoljuk ki. Sok településen állítottak májusfát a falu központokban, amelyet hasonló alkalmi műsor keretében döntöttek és vágtak ki. A hagyományokhoz híven egy vidám hangulatú zenés mulatság keretében táncolták ki a májusfát Nagybodolyán is, a helyi Magyar Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Hát ez a mai rendezvény, ez a májusfát kitáncolás, ugye mivel leállítottuk a fát egy hónap ezelőtt, és egy ilyen hagyománynak számít nálunk a faluba. 45 éves vagyok, ezt még gyerekkorom múlta, ez mindig is működött különben. Különben én sepsei vagyok, szomszédfalusi származású, de ott is ugyanúgy működött ez a szokás, mint itt. És hát szerettük volna egy kicsikét nagyobbá tenni ezt a rendezvényt, de ez a helyzet nem igazán, nem tudtuk, hogy mikor ezt a fát leállítottuk egy hónap ezelőtt, hogy vajon össze lehet jönni majd, vagy nem lehet összejönni, kitáncolni ezt a fát. De azért mégis azért lehetőség, a helyzet azt megadta, hogy igenis ki lehet táncolni. Most voltunk Csúzán, ott is kitáncoltuk a májusfát, most itt folytatjuk, és itt utána kis vacsorával kedveskedünk a kedves vendégeknek. Csúzai táncsoport, az a fő sepsei vendégek, kiskőszegi kis táncsoport, és a Darázsi Egyesületből szintén várunk vendéget.
A koronavírus járvány miatt bevezetett óvintézkedések az év első felében lehetetlenné tették a rendezvények megtartását, de a szigorítások enyhítésével újra éledni kezdenek a magyar egyesületek. Az újbezdáni, haraszti, szentlászlói, vukovári, nagybodolyai, várdaróci, kopácsi és csúzai májusfa kitáncolások az idei első rendezvények, amelyeket szabadon meg lehetett tartani. Az események zömét megtekintette Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke is. Ez a mai magyar hagyományőrző rendezvény itt Nagybodán, májusfa kitáncolás is ékes példája annak, hogy az elmúlt hónapok mostoha körülménye alatt milyen nagy vágy keletkezett magyarságunkban az összetartozásra, a magyarnak levésre, hiszen nagyon sokan összejöttünk, már ez egy fergeteges hangulatú májusfa kitáncolás itt Nagybodán, és én köszönöm szépen a hagyományőrző egyesületünknek itt Nagybodán ezt megszervezte. Végül is főleg arra, hogy április 30-án, amikor még nem igazán lehetett ezt a májusfát, mégis felállította, és így ma van mit kitáncolnunk. És én abban bízom, hogy mindezek a magyar hagyományok, amiért az utóbbi három évben nagyon sokat tettünk, hogy elsősorban megfelelő anyagi feltételei legyenek a megtartásukra, utána meg ezek a nagyszerű emberek ezt megszervezik, úgyhogy ez egy valódi népünnepé legyen a magyar hagyományok népünnepéje, illetve hirdetése. Tovább tudják ezt a tevékenységet vinni a következő években is, és ez az a feladat, amit mi, akik jelenleg vezetjük ezt a közösséget, feladatként kaptunk, és meg is értettük, bízom benne, hogy élni is tudunk majd vele. A májusfa körültáncolása szerves része annak a hagyománynak, amely a tavaszi ünnepkör szertartásos táncaihoz tartozik. Magának a májusfa állításnak és a hozzá fűződő szokásoknak a magyarok lakta vidékeken igen hosszú múltja van, amit a mai napig is ápolnak a fiatalok. Az ilyen rendezvények kiváló alkalmak arra, hogy a fiatalok és a falubeliek összejöjjenek és kedvet kapjanak a hagyományápoláshoz.